Két hónapja a harmadik helyen jegyzik a felmérések a Románok Egyesülésért Szövetséget. Az EUR ezzel megelőzte a Mentsétek meg Romániát Szövetség, Szabadság, Egység és Szolidaritás pártja közötti USZERE Pluszt. Mutatjuk a legújabb INSZKOP felmérés részleteit. George Simeon pártja, a Románok Egyesülésért Szövetség a harmadik politikai alakulat, amelyre az állampolgárok voksolnának, derül ki az INSZKOP Research márciusi felméréséből. A közvéleménykutató társaság vezetője Remus Stefurák közösségi oldalán közzétett grafika szerint az első helyen a Szociáldemokrata párt áll 30,6%-kal, a másodikon a Nemzeti Liberális párt 26,3%-kal. Mindkét alakulat szavazótábora bővült február óta, a nagyobb mint egy 4%-os növekedés a szociáldemokraták értékel. A harmadik helyet a Románok Egyesülésért Szövetség foglalja el 15,3%-kal, megelőzve ezzel a Mentsétek meg Romániát Szövetség Szabadság Egység Szolidaritás pártja alkotta USZERE Pluszt, melyet múlt hónapban 14,2%-on mérték. Ugyanakkor mind az AUR, mind a Dámbárna és Dacian Csolos vezette USZERE Plusz voksolóinak tábora zsugorodott februárhoz viszonyítva, azonban utóbbi esetében jelentősebb ennek mértéke, mint egy 2%. A Pró-Románia 4,7%, a Népi Mozgalom párt 3,8%-on állt. Az LMDSZ-t nem mérték. Bár az INSZKOP vezetőjének bejegyzése nem tér ki arra, hogy kinek a megrendelésére készült a felmérés, az ismert, hogy a vállalat múlt hónapban több kutatást végzett a Strategic Thinking Group nem kormányzati szervezet megbízásából. A Libertate napilap úgy tudja, a kutatást március 1-e és 12-e között végezték 1100 személy megkérdezésével, plusz-minusz 2,95%-os hibahatárral.